Nem épp lát. Nyalj egy kis mustrát. Megy oda! Nyugalom, Clyde, a hölgy nem akar járni. Nincs szükségem segítségre, strici. Úgy vagyok öltözve. Szórakozni akar, Mr. Hannel. Kícs, Rosta Sándor. További magyar hangok. Kocsis Marian. Németh Gábor. Katona Zoltán. A folytogató. Tipikus nyári nap New Yorkban. Az idő meleg, az utcán vendégre vadászó szaják. Hello, Szibi! Akarsz mulatni? Sajnálom, cica, a héten még nem kaptam fizetést. Hello, Mike! Szia, Julie! Minden rendben? Persze. Kérek 4 hot dogot sok ketchuppal, és 2 gyömbérsört, 2 perecet, és 2 jégkrémet is. Az egész irodának viszel ebédet? Na, igen, még jó, csak 2 vagyunk. Hol a dohány? Még nem kerestem semmit. Már 2 órája kint vagy az utcán. Ereszel! Talán átakadt már ki? Ne! Engedjetek el! Ne! Oh. Ah, kösz. Kaphatnék egy kis extra mus? Persze. Bon appetit. Okay. Minden jót. Ne! Ne bántsatok! Kérlek! Hát ide aludni, nem hallod? Ennyi, uraim! Mit kell bánni egy nőt? Elhúzhatod a csíkot, szemétláda! Mr. Szemétláda! Tűnék! Jaj, egy kis megcsata! Máskor te hívsz meg. Jól van? Igen, köszönöm. Ki az a 2 fickó? Nem érdekes, nem számít. Miért segítesz? Nem csípem az erőszakos pofákat. Tegye rendbe magát. Nézze, tényleg semmi bajom, mennem kell dolgozni. Jöjjön csak. Tartozik egy ebéddel, de egy névért elengedem. Sally Jordan. Második forduló? Igen, 2 hot dog lesz, Julie, és 1 szalvéta a hölgynek. Nézze, uram, köszönöm a segítséget, de tényleg is... Jó, tudom, tudom. Rendben. Hé, várjon már. Hé, Ginny. Hé, Julie, egy pohár te is lesz. Mondd csak, hány éves vagy? 25. 25? Tudjam már. 18. 7 hónap múlva. Na, és mióta csinálod? Mit mióta? Hogy árulod magad, mint egy darab húst. Én... Ez az első napom. Muszáj valahogy pénzt keresni. Értem, na. Fújj ki az orrod. Oké, Sally. Ma felmondd, ezt figyelj. Nem sokszor teszek ilyet, de... Egy barátomnak van egy étterme, és épp pincérnőt keres. Itt a telefonszám. Hívd fel. Mondd, hogy én küldtelek, és tiéd az állás. Oké? Mm-hmm. Kislány, jó étvágyat. Tessék. Köszönöm. Itt van pár dolog. Ó, nem, nem fogadhatom. Sally, tedd el. Köszönöm, sosem felejtem el.
köszépen. Kezdjük előről. Lesz 4 hot dog, 2 gyömbérsör, 2 jégkrém, na és persze 2 menet. A munkaviszonyom. Ne lőj! Beszállok! Biztos azt hiszik, hogy az én szakmámban az ember megszokja a halált. De mikor egy ilyen kislány hal meg, mint Sally, akkor még én is kikészülök. Ki volt ez, Mike? Sally Jordannek hívták. Ma reggel ismertem meg. Semmi nem volt nála, csak a te névjegyet. Tommyhoz küldtem pincérnőnek. Még nem volt 18. Több ilyen eset történt. Fiatal lányok megfojtva. Legtöbben a nyugati autópálya mellett. Szegény kislány. Szóval, Kemmer, a nem profikat már mind kipróbáltad? Barrington, nincs jó kedvem, ne viccelj! Oké, megpróbálom más szavakkal. Hogy került ahhoz a szerencsétlen lányhoz a névjegyed? Így már megfelel a forma? Benne van a vallomásában. Milyen kapcsolatban állsz a lányom? Vettem neki egy hot dogot. Az önelégültség az azt sugallja, hogy cseppet sem érdekelnek ezek a gyilkosságok. Nekem viszont hivatalból foglalkoznom kell velük. Tudod, elég komoly a helyzet. Hánynom kell tőled, Barrington. Az egyetlen, ami érdekel, az előmeneteled. Most teljebb juthatsz. Annak a lánynak a holtestén keresztül. Elnézést. Rég nem gondoltam a lányomra, Michelle. Sally hasonlított rá. Mindketten túl nagy árat fizettek. Mindketten túl fiatalok voltak, hogy meghalljanak. Mike, ez túl közel csapott be, igaz? Ahogy mondtad. Tessék. De hát le akar szoktatni. Hát ez csak egy műcigaretta, de talán segít. Ó, szívem, te segít. Igyekszem. Ó, itt van egy másik névjegykártya. És Mike, osztogad nyugodtan. Még van 999. Csak nem számolod. Az ilyen kacatok nagyon veszélyesek. Nem tudok belenyugodni. Sally Jordan csak 18 éves volt. Nem is tudom, az élet miatt tényleg iszonyú. Így van, de Mike Hammer néha javít rajta egy kicsit. És az segít. Ha szükséged van rám, hívj fel. Köszönöm, oké. Itt hagytál valamit? Egy rossz mozdulat, és azonnal lelövöm.